Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, illetve YouTube csatornán. Ez itt a nagy dolgoknak a 33. része, és ezúttal Korompai Zsolttal fogok leülni beszélni, akivel, ha jól emlékszünk, akkor a Szkeptikus Társaság Vita csoportban találkoztunk. Én ott intéztem egy felhívást, ami még mind a mai napig mindenki számára nyitva áll, aki egyetért, nem ért egyet. Nagyon szívesen látok mindenkit ebben a műsorban. Egyrészt hívő oldalt fogom én képviselni, és akkor Zsolt az ateista oldalt elmondja, mi az ő véleménye, úgy általánosságában véve Istenről, a hitről, és megpróbáljuk ezt megvitatni. Bízom abban, hogy mindenki ezt érdekfeszítőnek fogja találni, úgyhogy átadom a szót Zsoltnak. Még annyit csak előjáróban, hogy a teljes videót megtaláljátok majd a infobubble.hu weboldalon, illetve a YouTube-on egy jelentős része fent lesz. De átadom a szót Zsoltnak, hogy bemutassa magát, illetve amit szeretne elmondjon magáról. Üdvözöllek, Zsolt! Üdvözöllek, Roland, és üdvözlöm a kedves nézőket. Jó, hát magamról annyit mondanék, hogy neveltetés szempontból, vagy kulturális szempontból katolikus vagyok, meg vagyok keresztelve, meg vagyok bérmálva, jártam hitalra, voltam első áldozó, minisztráltam, és így tovább, és így tovább. De sőt, még egy ideig mondjuk azt, hogy körülbelül 10 évestől 20 éves koromig meg is próbáltam komolyan venni a vallást, de egyszerűen ment. Tehát nem bírtam a fejemből kikergetni azt a gondolatot, hogy már pedig itt csak egy babonával van. Aztán eltelt talán egy negyed század is, és tehát az utóbbi nem egész 10 évben megint elkezdett érdekelni Isten kérdés, és elkezdtem gondolkodni ezzel, hogy mit lehetne megtudni erről, hogy igaz-e az, hogy létezik Isten, illetve ha igen, akkor az azonos lehet-e valamelyik vallásnak az Istenével, vagy pedig, ahogy ezt 10 éves koromban először, amikor elkezdtünk templomba járni, gondoltam, itt csak egy babonáról szó. No, hát az alapján, amit a világról tudok, én határozottan kimerem jelenteni, hogy az Istenhit az szerintem csak egy babona, és hogy tudható, hogy nem létezik semmi, amit Istennek érdemes neveznünk. Természetesen nem tartom magamat tévedhetetlennek, sőt, tovább megyek, kifejezetten szeretném, ha tévednék, de hát amennyi eszem van, az alapján én határozottan kimerem jelenteni, rendkívül valószínűtlen tévedni. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Igen. És ennek alátámasztására ugye küldtél nekem egy listát, van ebben 5 pont, amit én érdekesnek találok, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy azok az érvek, amiket felhoztál ott, legalábbis ahogy én látom az egész világot, azok szerintem elég egyszerűen megcáfolhatók. Nem biztos, hogy a tradicionálisan vett keresztény istenképpel, de a biblikus istenképpen mindenképp. De felolvasom az elsőt, hogy mindenki értse, hogy miről van szó. És aztán te kifejtheted, hogy pontosan mire gondolsz, mert én azt hiszem, hogy értem, de talán mindenki jobban fogja úgy azután az egész képet látni, hogyha elmagyarázod röviden. Szóval az első pontja az, ugye azt mondod, amit mondtál most az előbb, lényegében azt ismételted, amit ide leírtál, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy tudjuk, hogy nem létezik semmi, amit érdemes Istennek neveznünk. És akkor az első indok erre azt mondta, hogy ha Isten a Szent Háromság, akkor azért tudjuk, hogy nem létezik, mert nem tisztázott, hogy mit jelent az, hogy a három isteni személy egy lényegű. Ezért ez az Isten fogalom értelmetlen, és tudjuk, hogy értelmetlenségek nem léteznek. Mi az, amire pontosan gondolsz? Van-e esetleg valami, amit ehhez hozzátennél? Igen.
No, tehát még ma is olvastam erről, hogy próbáltam utána nézni, hogy mit ír például a Wikipédia szentírásról, de a hiszek egyből indultam ki, ahol ugye benne van, hogy született, de nem teremtmény, ő az atyával egy lényegű, és minden általa lett. És a katolikus katekizmusból indultam ki, ezt most szó szerint nem tudom intézni, minden esetre nem találtam értelmezhető magyarázatot arra, hogy mit jelent az, hogy amennyiben három isteni személy létezik, akkor hogyan lehetséges az, hogy a kereszténység szerint egy Isten létezik, nem pedig három. Azokat a hasonlatokat, amiket én ismerek, hogy képzeljük el a Szent Háromságot úgy, hogy egy gyertya három lánggal, vagy mint a víz halmazállapotait, hogy ég, folyékony, folyadék és gőz, ezeket én rosszaknak tartom. Mert a kémia nem jelenti ki azt, hogy a víz az egyszerre folyadék, gőz és jég, hanem azt, hogy bizonyos körülmények között jég. Ugyanúgy a gyertya hasonlata szerintem csak akkor lenne jó, ha elképzelnénk valami olyan siám iker embert, akinek három különböző feje van, de csak egy teste. Ebben az esetben is viszont azt mondhatnánk, hogy nem állapítható meg pontosan, hogy itt most egy személyről van szó, vagy három, mert nem tudjuk, hogy mi alapján döntjük el azt, hogy valaki személy. Az alapján, hogy hány agya van, vagy pedig az alapján, hogy hány lába van. Ráadásul a gyertya hasonlatban én egyáltalán nem látom tisztázottnak azt, hogy mi a gyertyának a piasz teste, és még hogy még rosszabbnak tartsam ezt a hasonlatot. A gyertya egyetlen lángjáról nem mondjuk azt, hogy maga az egész gyertya, sem pedig azt, hogy mind a három gyertya. Úgyhogy én ezt az egy lényegi szót egyszerűen nem tudom értelmezni, nem olvastam semmiféle magyarázatot arra, amit én érthetőnek gondolnék, ezért azt gondolom, hogy itt ennyi erővel mondhatnánk azt is, hogy a három, azért egy Isten, a három isteni személy, mert kiszer a mélyre. Na de hát nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy kiszer a mélyre. És szerintem azért a legtöbb ember egyetért azzal, hogy ha azt mondom, hogy a kiszer a mélyre létezik, az értelmetlenség, és nem létezhet a kiszer a mélyre, hiszen még azt sem tudjuk, hogy mi a csodáról van szó. Pontosan. Na, hát én így gondolok a Szent Háromságra. Érdekes, de ebben az egy pontban, ebben egyetértünk abszolút 100%-ig. Én egyetértek veled ebben, én nem vagyok Szent Háromság hívő, és én abszolút úgy gondolom teljes mértékben, ahogy te mondod ezt, a Szent Háromság értelmetlen, és nincsen egyetlen olyan dolog sem a világon, ami a természeti környezetünkben létezne, ami hasonlatos lenne ehhez az Istenhez, amiről a kereszténység beszél, erről az egy Isten három személyiségről. Ha csak nem arra gondolunk, amit úgy hívnak, hogy diszociatív személyiség zavar, amikor is egy embernek van több személyisége, és azok a személyiségek ugyanabban az elmében tevékenykednek egymástól függetlenül úgy, hogy akár egymásról is tudnak. A probléma csak az, hogy ez egy degeneráció, vagy ez egyfajta betegség, és hogyha a Szent Háromság leginkább ehhez hasonlít, akkor az szerintem óriási probléma, hogyha Isten egy ilyen beteg elméhez hasonlítható. Szóval ebben egyetértünk, én nem vagyok Szent Háromság hívő. Egyébként talán annyit, ha egy pillanat is megpróbálom ezt az egy lényegű három személyt elmagyarázni. A személy általánosságában véve elfogadott definíciója az, hogy a természetnek a megjelenés, az egyéni megjelenési formája, a természet úgy, mint hogy az isteni természetnek, vagy az emberi természetnek, te vagy egy megjelenési formája, mint személy. Egy önállóan gondolkodni, döntést hozni képes, autonóm megjelenési formája az emberi természetnek. Mindketten emberek vagyunk, azonos természettel, azonban a személyiségünk az más. Így érdemes gondolkodni erről a definícióról, illetve erről a terminológiáról. Most az, hogy persona, a személy, vagy hypostasis, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ők úgy gondolják, igen, hogy te csak azt akarom elmagyarázni, hogy a természet az egy általános, akkor így fogalmazok,
ami minden emberre azonos emberi természettel rendelkezik, azonban minden egyes ember annak a természetnek egy egyéni megjelenési formája a személy. Érthető? Egy kukkot sem értek. Sőt, sajnálom, de attól tartok, hogy azért nem értek belőle egy kukkot sem, mert ez, ebből nincs mit megérteni. Ez filozófia, ez nem teológia, csak azért, hogy tud. Szóval ez... Mondatokról beszélünk. Mit jelent az, hogy valaki emberi természet, és az ember a megjelenési formája ennek? Nem, az emberi... Nézd, mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az, hogy az, ami közös minden emberben, az az emberi természet. Az ember testtel rendelkezik, az ember halandó, az ember tudása véges, sérülékeny, stb. És akkor vannak ennek fizikai jellemzői, jó, meg pszichés jellemzői, és ez jellemző minden emberre, amit mondtál, hogy van lába, stb. Ezt nem tudom, de az is az emberi természetre jellemző, igen? Jó, tehát akkor az emberek tulajdonságainak a halmazát, az összességét, azt nevezzük emberi természet. Igen, hogyha esetleg még inkább lexikálisabbak akarunk lenni, akkor a természet azon végső vezérlő elv, ami meghatározza egy bizonyos dolognak az, hogy hogyan cselekszik, illetve hogyan reagál a külvilágra. Az a végső az a végső vezérlő elv, ami meghatározza, hogy egy bizonyos dolog hogyan reagál a világra, és hogyan nyilvánul meg. Szóval hogyan nyilvánul meg aktívan, és hogyan reagál passzívan a világra. Ez a végső vezérlő elv a természet. És ez megjelenik az egyénben, mint a kutyákban. Tessék? Ez sem értem. Mit jelent végső vezérlő elv? Tehát ugyanaz a probléma, mint a Szent Háromság fogalmával, hogy én nem tudom, hipostatikus egységet alkot, és így tovább a végtelenig, de olyan fogalmak, olyan szavak vannak leírva, aminek nem tisztázott a jelentése, nem, végső vezérlő elv. A csodát jelent? Nem tisztázott számodra, meg esetleg részben számomra, de ugyanezt elmondhatnánk arról is, hogy gravitációs hurok, nem? Te tudod, hogy mi az, hogy én se, de az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Kiszer a méráról is. Igen, de a kiszer a méráról senki nem tudja, hogy mi az a hipostasisról, a személyről, illetve a természetről, pedig rengeteg ember, aki ezzel foglalkozik, tudja, hogy mi az, csak mi nem tartozunk azok közé, akik 100%-ig értik. Szóval azt akarom csak javasolni ezzel kapcsolatban, hogyha érdekel, akkor utána nézel, és megnézed, hogy mi ez a terminológia, és akkor megérted. Igen? Igen, itt viszont azért hozzátenném, hogy azért élt egyszer egy Rudolf Carnap nevű ember, aki azért az metafizikát, meg stb. Sőt, a metafizikát, amit úgy általában metafizikának nevezünk, azért kritizálták eléggé sokan, és Carnap azt állította, hogy az összes ilyen metafizikai fejtegetés egyszerűen értelmetlen. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a fajta nézet, amit logikai pozitivizmus, amit logikai pozitivizmusnak, vagy neopozitivizmusnak neveznek, ha jól tudom, ez már kiment a divatból, mert hogy ugye a tudomány az, hogy milyen az elektron, vagy egyszerűen kénytelen olyan hasonlatokat használni, amik valóban nehezen érthetők. Viszont ha beszélget két ember egymással, és az egyik olyan kifejezéseket használ, amit a másik nem ért, és ő maga sem tudja ezeket a kifejezéseket egyszerűen, érthetően megfogalmazni, akkor valaki magyarázza el nekünk, hogy mégis miért feltételezzük azt, hogy annak a kifejezésnek van értelme, illetve hogy aki azokat a kifejezéseket használja, amit nem tud elmagyarázni, miért feltételezzük, hogy ő érti, hogy mi az, amit beszél. Tehát nem, nem kell feltételeznünk, hogy én értem, amit mondok. Mindenki eldönti, hogy én értem, hogy szerinte én értem, amit mondok. Én azt akarom mondani, hogy mindenki tudja, hogy ezek a kifejezések, illetve amire ezek a kifejezések utalnak, azok a dolgok léteznek, hisz tudjuk, hogy van egy emberi természet. És az emberi természet, nem ezt mindenki tudja, hogy ez létezik, ami közös, minden... Nem kell, hogy egyetértsünk. Én csak azt mondom, hogy a filozófusok megegyeznek abban, úgy általában, hisz különben nem lehetne miről beszélni,
hogy a természet az létezik, és úgy definiálták, legalábbis az egyik definíció, nyilván van számos, hogy ez a végső vezérlő elv, ami meghatározza, hogy hogyan működ, hogy valami hogyan hoz döntés, hogyan cselekszik a világban, hogyan nyilvánul meg, és hogyan reagál a világra. Ami szerintem érthető, hogyha valaki meg akarja érteni, és... Nem értem. Értem, hogy te nem érted, vagy legalábbis most még nem érted, de szerintem, hogyha azt mondod, hogy keresed Istent, akkor lehet, hogy egy ponton érdemes elgondolkozni, és elkezdeni azt megpróbálni megérteni, hogy azok, akik hisznek benne, hogy gondolkodnak erről, még akkor is, ha nem értek egyet vele. Én is igyekszem megérteni a keresztény teológiát, pedig nem értek vele egyet. De szeretném érteni, hogy mi... Érthető? És szóval én ezért kénytelen vagyok... Nem érthető a keresztény teológiát. Világos. Szerintem reménytelen. Nem egyszerű. Én nem azt mondom, hogy egyszerű, de ez olyan, tudod, hogy ha van egy szakmád, most nem tudom, hogy mi az, és nem akarlak faggatni arról, de feltételezem, hogy van valamit, tegyük fel, ács vagy. Az ács mesterségnek is van egy terminológiája, nem? És amikor elkezded az ács mesterség, és akkor nem tudod mindent, és úgy gondolod, hogy ez hülyeség, csak azért, mert nem tudom, hogy mi az, hogy gyalu, attól meg ez nem jelenti azt, hogy nem létezik a gyalu. El tudom magyarázni, hogy mi az egy gyalu, sőt meg is tudom mutatni. Én ha tudod, hogy mi az? Hát erről van szó, hogy ahhoz, hogy el tudjam magyarázni, tudnom kell, hogy mi az. De ha nem magyarázom, akkor olyan, mint a kiszerebérát. De hát én elmagyaráztam, hogy mi a természet, csak nem érted, most ez nem az én hibám. Olyan szavakat használtál, aminek kétségesen jelentés, és szerintem nincs is jelentés. Jó, ettől függetlenül még ez létezik, sőt a személy is létezik. A személy... Abban egyébként. És akkor mi a személy szerinted? Hogy definiálnád te a személyt? Ha csak a saját szavait, nem akarok megfogni, csak kíváncsi vagyok, hogy hogy fogalmaznád meg azt, hogy mi egy személy? Egy ember. Egy ember. Uh-huh. Egy ember, egy személy. Így van. Mi teszi azt az egyet? Kutyákra nem mondjuk azt, hogy személy vagy egy fára. Az emberekre mondjuk azt, hogy személy. Ja, na, okay. Esetleg még az emberes majmokra, de általában szerintem a legtöbb ember azt mondja, hogy személy, akkor egy emberre gondol. Oké, okay, rendben. Akkor az ember szabású majom az lehet személy? Meghatározás kérdése. Meg kell egyezzünk, ha például ketten beszélünk erről, hogy én nem tudom, mondjuk egy gorilla személye, meghatározzuk, hogy személynek tekintjük, vagy nem. De azért szerintem egy papucsállatkát, vagy én nem tudom, egy sáskarákot, a legtöbb ember, vagy én nem tudom, akár egy bőröndöt telepakolva, a legtöbb ember nem tekint. Nem egyértelműen meghatározható személy, szerintem meg kell egyezünk, hogy mi. Világos. Szóval akkor csak van egy definíciója a személynek, de én egyetértek abban, hogy az ember egy személy. Szóval térjünk vissza a Szent Háromságra, mert ugye onnan tértünk el innen. Ahogy ők definiálják az, hogy van egy Isten, ami számukra a lényeg egyébként, legalábbis a katolikus lexikon szerint a lényeg az, ami azzá tesz valamit, ami a mienség. A... Szerintem ez értelmetlenség. Igen. Tessék? Szerintem ez értelmetlenség. Ez a mondat, a lényeg az, amit azzá tesz valaki, ami minden az, ami fölösleges. Igen. És ezt én üres szócséplésnek tartom, sem értem. Én értem, én hasonlóképpen gondolkodom nagyon sok mindenről, de ettől függetlenül még érdekesnek találom, és meg akarom érteni. Jó, simán. Szóval a dolognak, ami azzá teszi, ami, ez a lényege annak a dolognak. Ez egy definíció, nyilván vannak ennél részletesebb definíciók, és csak most mondtam egyet, hogy értsük. Szóval, mint ami egy követ, azzá tesz ami. Hogyha valaki ránéz egy kőre, akkor ösztönösen tudja, hogy az egy kő, és az nem egy személy, igaz? Persze. Akkor csak... Tudjuk, hogy mi az, ami kő. Tehát ha a kő tulajdonságait összesítjük, és ezt én nem tudom, elnevezzük, én nem tudom, lényegnek, vagy lehet ez, de hát az egy kő. Tehát aha. Az, hogy valamiről azt mondjuk, hogy kő, akkor mondjuk azt, hogy én nem tudom, ilyen ásványokból van, itt fordul elő, nem tud repülni önmagától, stb. De hát összeszedjük a tulajdonságait. Szóval... Mindezt elnevezhetjük lényegnek, és mondhatjuk azt, hogy a kőt a kőség lényege teszi lényegét. Így van. De van, mert ugye, amikor kommunikálnak az emberek, a filozófusok, vagy akár a teológusok ezekről a dolgokról, sokkal egyszerűbb beszélni úgy, hogy van mindennek egy neve, mint hogy mindig körülírnák, hogy tudod, az a dolog, ami a követ kővé teszi, az embert emberré teszi, a lovat lovát teszi, na arról van szó. Ezt egyszerűen elnevezték úgy, hogy lényeg.
Miért nem úgy, hogy kő, ha kőről van szó? Fölösleges. Azért, mert akkor mind... Meg, hogy mindkét oldalát megszorzom egyen. Mi a rossz ennek? Egyesen fölösleges. Oké, okay, akkor ebben nem fogunk egyet érteni, szóval nem is próbálom ezt tovább, mert akarok menni tovább, mert én sem fogadom el a Szent Háromságot, én úgy gondolom, hogy az, hogy van egy Isten három szemében megjelenik, az egy lehetetlenség, ahogy te, sőt értelmetlen, ahogy te fogalmaztál, én ebben egyetértek. Az értelmetlen, ugyanis nincsen semmilyen példa rá a világban. Tehát az egyetlen olyan dolog, ami egy és három különböző megjelenési formája van, mint személy, az Isten lenne. Ami értelmetlen, hisz nem alkotott semmit a világban, nem, ami hozzá hasonló. Minden csak egy természet, egy személy. És ő az egyetlen, ami egy természet több személy, szóval értem, meg az egész értelmetlen, hogy is lehetne valami több személy egy lényeggel. Úgyhogy menjünk is tovább ezen. És a következő, ami ehhez kapcsolódik, és lehet, hogy ezek a fogalmak itt is szükségesek lesznek, de ha Isten nem a Szent Háromság, már ezt te írod, de mindenható, akkor azért tudjuk, hogy nem létezik, mert a mindenhatóság fogalma az képtelenség. És tudjuk, hogy képtelenségek nem léteznek, és a példa, amit hozol, hogy tud-e Isten olyan nehéz követ teremteni, amit nem tud felemelni. Na ez az, amit ki kellene fejtened, ezt a pontot, hogy is gondolod egész. Először is a mindenhatóság fogalmát tudomásom szerint a hívő filozófusok is tevet. Között Alvin Plantinga, nem tudom, hogy együtt, ő is kifogásolják. Tehát nevezzük ezt így, kicsit messzebből kezdem, tehát a minden alól nincsen kivétel. Ha azt mondjuk, hogy minden, akkor az minden, nem az, hogy minden kivéve hogy. És hát a minden fogalmába beletartozik az, beletartoznak az értelmetlenségek és a képtelenségek. Tehát elképzelhető, hogy a mindenhatóságot valaki úgy értelmezi, hogy Isten képes arra, hogy kiszer a méra. Egy értelmetlenségre. Ez nyilván nem lehetséges, mert azt sem tudjuk, hogy miről van szó. Oké. De ezt vegyük ki a mindenhatóság fogalmából. Lehetséges, hogy valaki úgy határozza meg a mindenhatóságot, az azt jelenti, hogy a képtelenségeket is képes Isten megtenni. Például, hogy átugorja önmagát. Erről is tudjuk, hogy ez képtelenség, ez nem lehetséges, ez nem lehet megtenni. Ezért de az, ami képtelenség, ami nem létezik, az nem cáfolja azt, hogy ő mindenható, hisz az nem létezik az a dolog. Érthető? Jó, de hát a minden fogalmába beletartozik a képtelenség. Hát nem, hisz az előző pontodban azt írtad, hogy értelmetlenségek nem léteznek, és átugrani saját magamat az egy értelmetlenség. Ez így van, de... Szóval ez nem létezik. Minden, igen, de ebbe a halmazba, hogy minden, ebbe beletartoznak az értelmetlenségek. Nem, mert az értelmetlenségek nem léteznek. Jó, de a minden fogalmába beletartoznak a nem létező dolgok. Nem, mert azok nem léteznek. A minden fogalmába az tartozik bele, ami létezik. Érthető? Nem létezik egy házas, nem létezik egy házas aglegény, azt nem lehet teremteni, mert az nem létezik, szóval nincs miről beszélni. Ebben egyetértek, hogy házas aglegény nem lehet teremteni, viszont az abban nem, hogy ez a minden fogalmában nem tartozik bele. Hiszen ha nem tartozna bele, akkor hogy tudjuk ezt kimondani? Tehát ami kimondható, az csak van, tehát ez a szó, hogy házas aglegény csak létezik. Ne, az elképzelés létezik, de a gyakorlati megvalósulása nem. Ez így van, de a minden fogalmában szerintem a nem megvalósuló, meg nem megvalósulható elképzelések is beletartoznak. De olyat, ami nem létezik, ami nem létezhet, olyat nem lehet csinálni. Szerintem sem. Csak én mondom, tehát azt, hogy ha azt mondom, hogy minden, akkor abban bizony beletartozik a kiszer a méra is, hiszen ha nem tartozna bele, nem tudnám kimondani. Nem, a kiszer a méra az egy semmi. Nem? Mi? Akkor viszont meg arról kezdünk beszélni, hogy mit jelent az, hogy semmi. Nem, úgy értem, hogy a kiszer a méra az csak néhány fonéma összekapcsolva. Így van, de hát a fonéma az a minden fogalmába beletartozik. A fonéma bele, de a kiszer a méra nem jelent semmit.
Így van. Szóval a kiszeramélát nem lehet megteremteni, mert az egy semmi. Ez így van, csak most nem erről van szó, hanem hogy ha azt mondom, hogy minden, abba beletartozik a kiszeramélát. De a kiszeramélát az semmi. Az nem tartozik bele a mindenbe, mert az semmi. Nem. A kiszeramélát az nem semmi, a kiszeramélát egy szó, aminek nincsen jelentés. Szóval az egy semmi. Nem, az egy szó, aminek nincsen jelentés. Mire utal az? A szó. Nem értem a kérdést. Mire utal a kiszeramélás? Az ajtó, az az ajtóra utal, ami ugye mindenki tudja, hogy mi az ajtó. Az ajtó lényege az, hogy két helyiséget összeköt. Ez az ajtónak a lényege. Mi a kiszeramélának a lényege? Nem értem a kérdést. Mi, mi az, ami a kiszeramélát kiszeramélává teszi? Nem értem a kérdést. Látod? Szóval olyat nem lehet csinálni, amit nem tudod megmondani, hogy mi az. Hogy is lehetne, hiszen el sem tudod mondani, hogy mi az. Nem. Szerintem rosszul teszed fel a kérdést, mert olyan fogalmakat használsz, aminek nem tisztázott a jelentése, sőt, szerintem nincs is. Így van. Azt mondom, hogy kiszeramélás, ez egy szó, ami nem jelent semmit. Így van. Ettől maga a szó létezik, és mivel szavak léteznek, és a minden fogalmába beletartoznak a szavak, még ha azok értelmetlenek is, ezért. Akkor azt mondod, hogy hogy próbáljam megérteni azt, amit mondasz. Azt akarod mondani, hogy Isten egyébként nem mindenható abban az értelemben, ahogy te gondolkodsz a mindenhatóról. Szóval én azt aláírom, ezzel nincs probléma. Azt akarom megkérdezni most, hogy jól értem-e, hogy te azt állítod, hogy Isten nem lehet mindenható, mert nem tud kiszeramélát teremteni? Nem. A mindenhatóságnak ebben az értelmében, hogy képesnek kéne lennie arra, hogy kiszeramélyre, nem mindenható. De a mindenhatóságot általában nem értjük. Ezért szerintem ezzel nem érdemes többet foglalkozni. Hanem a felemelhetetlen kővel, azzal viszont kéne. A felemelhetetlen kő? Nem létezik felemelhetetlen kő? Szerintem se, viszont. Ugye a kérdés, amit írtam, ugye nem tudom, talán már az ókori görögök megfogalmazták, nem tudom pontosan. Hogy tud-e Isten olyan nehéz követ teremteni, amit nem tud felemelni? Erre általában a standard hittanórás válasz az szokott lenni, hogy Isten nem tud logikai képtelenséget tenni, mint házas aglegény vagy négyszögletes kő. Easy. A probléma viszont az, hogy az olyan nehéz kő, amit Isten nem tud felemelni, nem logikai képtelenség. Mert tudjuk, hogy valaki képesen tárgyat létrehozni, amit nem tud felemelni. De ő nem tud. Gondoljuk például, nem az, hogy nem tud, nem lehetséges. Tehát ez képtelenség. Tehát mivel tudjuk, lehetséges olyan tárgyat létrehozni, amit a létrehozó nem tud megemelni, gondoljunk például Michelangelo Dávid szobrára, az Michelangelo kiszoborta egy sárványtömbből, tehát szerintem nincs okunk feltételezni azt, hogy a Michelangelo Buonarroti meg tudta volna emelni. Olyan nehéz tárgyat létrehozó nem tud felemelni, lehetséges. Azt is tudjuk, hogy a fizikai törvényei lehetővé teszik azt, hogy minden egyes tárgya hasson akkora erő, amivel azt meg lehet emelni, én nem tudom, hogy valamilyen gravitációs. Isten mindenható, tud olyan nehéz követ teremteni, amit nem tud felemelni, hiszen ez logikailag lehetséges. És ha Isten mindenható, akkor az olyan azt a követ, amit teremtett, fel is kell tudja emelni, hiszen ez is logikailag lehetséges. Tehát itt két logikailag lehetséges dolognak kéne megfelelnie, ami viszont együtt nem valósulhat meg. Tehát a mindenhatóság fogalma képtelenség. Én ezt számítom. Ja, értem, amit mondasz. Értem. Én nem is mondtam, hogy mindenható. Nem is tud hazudni például, szóval nem mindenható. Rendben, akkor a mindenhatóságot, ha feladjuk, akkor... Ja, bocsánat, még egy dolgot hozzátennék. Természetesen lehetséges az, hogy valaki azt mondja, hogy ezt is vegyük ki a mindenhatóságból, és akkor így fogalmaztam meg később a harmadik pontban, hogyha Isten majdnem mindenható. Tehát ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, én néha volt, hogy már ilyet írtam, hogy meg tudja-e vakarni Isten az orrát. Tehát ha Istennek nincsen orra, akkor nyilván nem tudja megvakarni. Márpedig akkor miért nevezzük mindenhatónak? Hát ezek banális dolgok. Értem, hogy ezek banális dolgok ilyenről beszélni.
De ezzel szerintem remekül rá lehet mutatni arra, hogy a mindenhatóság az egy értelmezhetetlen fogalom, képtelenség. És erre mondhatjuk azt, hogy rendben, a mindenhatóságban ezt ne értsük bele, csak Isten sok mindenre képes, univerzumot teremteni, én nem tudom. Szóval mi a dilemma? Ez a kérdésem, hogy mi a dilemma ezzel a mindenhatóval kapcsolatban? Mert én nem mondom azt, ilyen értelemben nem mindenható, de az nem azt jelenti, hogy ő nem Isten attól. Az omnipotencia, vagy az, hogy valaki mindenható, vagy Isten mindenható, az egy katolikus dogma. Úgyhogy azt nem tekinthetjük annak, hogy azt valakinek el kell fogadnia ahhoz, hogy ő biblikus istenképpel rendelkezzen. Ezzel teljes mértékben egyetértek, én csak azt mondom, hogy ezzel a fogalommal, hogy minden hatóság, gondok vannak. Igen. És ha már látunk egy olyat, mint a felemelhetetlen kő, amiről remélem, hogy sikeresen megmutattam, hogy nem logikai képtelenség, akkor mi marad még, amit mindenhatóságnak tekintünk? És azt hiszem, Elvin Plantinga mondta ezt, hogy a mindenhatóság, ha azt jelenti, hogy mindenre képes, amire képes, akkor mi is mindenhatók vagyunk. Nem egészen azt jelenti, hanem inkább azt jelenti, hogy ha most a teremtett világról van szó, mint erről a körről ez esetben, hogy tud-e olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni? Én szerintem nevetséges az egész elgondolás. Inkább az, hogy valaki ezzel valamit demonstrálni akar. De visszatérve... Abszolút, csak azt mondom, hogy banális, szóval a témához képest banális, mint az is, hogy megvakarni az órát, ha nincs óra, meg ilyenek. Szóval lehet, hogy... Ez jó példa, könnyen érthető. Igen, jó példa arra, hogy lehet értelmetlen premisszákat gyártani, és akkor elkerülni a valódi vitát. De azt akarom, vagyis a valódi kérdés. Azt akarom mondani, hogy a világ, amit őt is kötik bizonyos szabályok, hiszen ő ugye omnibenevolent, szóval... Tessék? El van fogadva. Szóval őt is kötik szabályok, amik azt eredményezik, hogy nem tud megcsinálni mindent, mivel vannak dolgok, ugye, mint most számos dolog felmerült, ami nem is létezik, szóval nem is lehet létrehozni. Ez a kő pedig, amiről most beszélünk, ez lehet, hogy értelmetlen is, hisz két külön dimenzióról van szó, az egyik, ahol ő van, a másik, ahol mi vagyunk. A kő ebben a dimenzióban lenne, szóval próbálna létrehozni egy olyan követ, de azt hiszem, hogy ez csak elvisz minket egy irányba. Viszont vannak szabályok, amik kötik az ő működését is. Ilyen értelemben tehát nem mindenható, mint ahogy mondtam, nem tud hazudni, és szerintem ez sokkal közelebb visz minket az ő természetéhez, mint ezeknek a különböző logikai paradoxoknak az elemezgetése, ami persze érdekes lehet, csak nem visz minket közelebb a lényeghez. Szóval vannak dolgok, vannak szabályok, amik őt is kötik, és ezért hát olyan értelemben nem mindenható, hogy mindent meg tud tenni, ami csak kipattan egy ember fejéből. De ez nem azt jelenti, hogy ettől még ő nem Isten. Hisz az nem... Ezzel egyetértek. Sőt, tovább megyek, el is fogadom, ha valaki azt mondja, hogy ha azt mondom, hogy mindenható, az nem azt jelenti, amit én mondom, tehát, hogy át tudja ugorni magát, stb., hanem felsorol egy csomó tulajdonságot, amire szerinte Isten képes. Igen. És ezeket a tulajdonságokat együtt mindenhatóságnak nevezi, ezzel a világon semmi gondom nincsen. Ezt neveztem én a harmadik pontban, majdnem mindenható. Aha, csak ez ugye nem zárja ki azt, hogy ő Isten legyen. Szóval itt sok minden... Itt egy része ezeknek a dolgoknak katolikus-keresztény dogmatikából származik, ami nem probléma, csak én azzal nem értek egyet. Az, hogy mindenható, nem azt jelenti, hogy bármit meg tud tenni, mint ahogy nem tud bármit megtenni, hiszen kötik azok a szabályok, amelyek a fizikális világot kormányozzák, illetve kötik azok a szabályok, amik a saját természetéből adódnak. Szóval nem tud megtenni mindent. De ez nem jelenti azt, hogy nem lenne Isten. Igen? Igen, viszont valami eszembe jutott, tehát ellentmondasz a Bibliának, mert ugye Jézus, sajnos nem tudom pontosan, hogy melyik evangélium melyik versében, mondott egyét, hogy mert Istennek semmi sem lehetett. Igen, azon körülmények között, amik lehetségesek.
De ő nem arra gondolt, hogy megvakarja a saját orrát, vagy átugorja magát, vagy képes-e valamelyik filozófus gyártani egy olyat, hogy tud-e teremteni olyan követ, amit nem tud felemelni. Világos? Ők ennél magasabb szinten... Magasabb... Igen, akkor be, nem, az a baj, hogy csak akkor tartozik bele, hogyha olyan földhöz ragadt módon értelmezzük a szavakat, hogy minden az minden, a lehetetlen meg az, hogy lehetetlen, de ő nem erre gondoltott akkor. Ő arra gondolt, hogy ami lehetséges azok közül, amit meg tud tenni, az nem lehetetlen. De arra nem gondolt, hogy fú, most akkor meg tudja vakarni a saját orrát, vagy át tudja ugrani a saját árnyékát, vajon ez lehetetlen, ez szerinted erre gondol? Világos, csak akkor itt az a baj, hogy ebben az esetben az, hogy semmi sem lehetetlen, ezt a nem tudom, félmondatot önkényesen átértelmezünk, mert általában azt mondjuk, hogy semmi sem lehetetlen, abban bizony bele kell értenünk azt, hogy minden, a semmi sem lehetetlen, azt jelenti, hogy minden lehetséges. Tehát ugye a minden fogalmában beletartoznak a képtelenségek, meg az értelmetlenségek. A képtelenségek, jó, meg de, az értelmetlenségek, azok nem léteznek. Az a lényeg. Szóval az nem lehetséges. Érted? Én nem azt mondtam, hogy a lehetséges fogalmába tartoznak bele, hanem a minden fogalmába. Nem tartoznak bele, már az előbb megbeszéltük, hogy ebben nem értünk egyet, ezen tovább léphetünk. De szerintem aki hallgatja, eldönti magának, hogy nézd, ami logikailag ellent... Ami logikailag ellent mond saját magának, ami ön ellentmondást eredményez, ami logikai ellentmondást eredményez, az nem létezik az a dolog. Ezért az nem tartoz... De most azt mondod, hogy ennek ellenére neki tudnia kéne teremteni egy házas aglegényt, miközben az nem létezik. Amennyiben a minden fogalmába beleértjük a képtelenségeket is, és mivel ugye... Te beleérted, ezért úgy gondolod, hogy beletartozik. De én nem, hát, szerintem az nem létezik, ezért... Azt mondjuk, hogy a képtelenségek nem tartoznak bele a minden fogalmába, akkor a képtelenség az micsoda? A képtelenség az egy fikció. Igen. Jó, és a fikció az nem tartozik bele a minden fogalmába? De van a fikciók, amik beletartoznak. Mi alapján döntjük el, és mi lesz a maradékkal? Hát nézd, de eldöntöttük, hogy a házas aglegény, meg a szögletes kör, az nem létezik. Szóval ez szerintem. Mi? Szerintem sem, csak most ugye nem erről van szó, hanem hogyha azt mondom, hogy minden, akkor ha kivételeket teszek, hogy minden, de valami a mindenben nem tartozik bele, akkor számomra egyáltalán nem világos, hogy a minden, miért használjuk azt a szót, hogy minden. Mert mit kellett volna használni? Minden kivéve. Legtöbb dolog. Minden kivéve a szögletes kör, a saját orrának a megvakarása, nem tud olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni, illetve a házas aglegény és a saját árnyékát sem tudja átugrani. Ezeken kívül minden lehetséges. Úgy érted, hogy ezt így kellett volna, fel kellett volna sorolnia egy csomó dolgot, ami nem létezik, és akkor még ott állnak emberek, és akkor mondják majd, hogy de ezt tud csinálni? És akkor mondja, hogy nem, ilyet se tud. Hogy mire gondolsz? Nem. Tehát mondom, tehát én azt mondom, hogy ne keverjük össze a lehetségest, ezt a két szót, hogy lehetséges, vagy azt, hogy minden. Tehát ha azt mondom, hogy minden, ami lehetséges, semmi gond. De hát ugye abban remélem, hogy egyetértünk, hogy vannak olyan dolgok, amit nem lehetségesek. Tehát négyszögletes kör. Mondjuk az egy bizarr világ lenne, ahol... Az egy bizarr világ lenne. Vagy ennyi, akkor hogy mondjuk ki? Vannak olyan fogalmak, amelyek a valóságban nem valósulhatnak meg, de attól még fogalmak, és a mindenbe, a minden halmazában a fogalmak beletartoznak. Én csak ennyit állítom. Világos, én értem, ez csak... Ne haragudj, én értem, megértem, csak elképzelem a szituációt, hogy ott van, és azt mondja, hogy Istennel minden lehetséges, kivéve, ami amúgy sem létezik, mert az nem lehetséges vele. Viszlát, gyerekeim! Világos. Ütközünk! Világos! Uh-huh. Hát nézd, úgy gondolta, hogy ez mindenki számára evidens lesz, hogy azokra a dolgokra nem gondolt, amik most sem léteznek, de ezek szerint... Nem az. De ezek szerint nem az, szóval lehet, hogy lehetett volna egyértelműbb, nem? És mondhatta volna, hogy nézd, Istenem, minden lehetséges, kivéve, ami nem létezik.
Mert ugye az nem létezik, szóval az nem lehetséges. Igen, igen. Erre mondom azt, hogy egy ennyire pontatlan fogalmazással nem sokan megyünk. Úgy általában a Bibliára hivatkozni szerintem teljesen fölösleges, világos. Mert egyszerűen olyan sokféleképpen lehet értelmezni az ott olvashatókat, hogy ennyi erővel hivatkozhatnék a nagymamán töltött káposztjárat. És akkor csak azért, mert lehet többféleképpen értelmezni, ezért nincs értelme. Nem, csak azt mondom, hogy a szöveg egyszerűen olyan sokféle, ha a Bibliáról beszélünk, de most eltértünk a tárgyra, mindegy, tehát ha a Bibliáról beszélünk, én arról azt állítom, hogy olyan sokféle értelmezés van, talán minden prédikációban, meg talán minden keresztény felekezet egyes szavakat különbözőképpen értelmez, sőt, talán esetleg minden hívő is, hogy egyszerűen nem állapítható meg, hogy egy adott bibliai szövegrész mi a csodát jelent. Például kezdetben teremtette Isten az eget és a föld. A föld puszta volt és Isten lelke lebegett a vizek felett. Aha, na de a vizet kiteremtette meg. Nincs benne a Bibliában. A szövegből nem tudjuk megállapítani. Aztán lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen nem azt jelenti, hanem képletesen értve azt értjük alatt a bla bla bla. Na de hát hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy valóban azt jelenti a szöveg, amit valaki állít. Nézd, de lehet, hogy az a probléma, legalábbis amit én eddig összegyűjtöttem azzal kapcsolatban, amit mondasz, hogy úgy állsz hozzá, hogy ez értelmetlen, hogy nincs értelme, ahelyett, hogy úgy állnál hozzá, hogy meg akarod érteni, hogy mi az értelme. Ugyanis az a kettő hozzáállás, az nagyon sokat számít, és óriási különbség van a kettő között. Szóval, ha meg akarom érteni, hogy mi az, ami le van írva, és hiszek... Megtörtént? És én nem egészen, mert ugye nem értetted meg, szóval... Hogyha elhiszem, hogy... Ez szerintem nincs mit megérteni rajta. Na ez, de akkor amit most mondasz, az megcáfolja azt, amit mondtál az előbb, hiszen úgy állsz hozzá, hogy nincs mit megérteni rajta. Ezért hát nem is tudod megérteni. És alapból úgy állsz hozzá. Azután állok hozzá így, miután megpróbáltam megérteni, és nem találtam semmiféle útmutatót arra, hogy mégis... Tehát... Miután megpróbáltam megérteni, és minden, amit lehetséges megtenni azért, hogy valamit megértsek, az kudarcot vallott, ezek után az ember azt mondja, hogy nem szépen, már pedig az alapján, ami alapján egyáltalán el tudom dönteni, hogy egy adott szónak vagy szövegnek van-e jelentése, nem sikerült eldöntenem, ezért számomra értelmetlen. Ha majd valaki elmagyarázza, hogy egy-egy fogalom, egy lényegűség, minden lehetséges, stb. Mit jelent, akkor lehet, hogy újra gondolom a dolgot. De... Hát ameddig ez nem történik meg, addig mi okom van? Nézd, én egyrészt megpróbáltam elmagyarázni, hogy mit jelentenek ezek, de utána is tudsz nézni, és csak igen, most ugye majd mindenki eldönti, hogy az kinek a hibája, de lehet, hogy senkinek a hibája, lehet, hogy ez csak nem olyan egyszerű. Most, ha itt ülnék, és el akarnám magyarázni neked, hogy hogy kell deriválást számítani, amit nem tudom, hogy kell, de ha tudnám, és nem értenéd meg, akkor nem állnánk föl innen, és azt mondanánk, hogy jó, a matematika értelmetlen, mert nem tudtad elmagyarázni a deriválást, hanem egyszerűen megállapodnánk abban, hogy nézz utána, tanuld meg a fogalmakat, és aztán gondolkozzál el rajta, keresd meg újra, ha tudod ezeket a fogalmakat, és tudunk beszélni. De azt mondom ezen a ponton, hogy lépjünk túl a harmadik pontra, mert el fogunk driftelni a Már ilyen más kérdések. Szóval, ha Isten majdnem mindenható, és jó indulatú, akkor azért tudjuk, hogy nem létezik, mert nem sikerült megoldást találni a rossz problémájára. Ezért az Isten fogalom önellentmondásos, és tudjuk, hogy ilyen dolgok nem léteznek. Szóval, csak annyit ehhez, hogy az önellentmondásos dolgok nem léteznek. Szóval azokat nem lehet létrehozni, hisz azt mondod, hogy nem léteznek, nem lehet létrehozni őket. Tehát létrehozni dolgokat, amik nem léteznek, az önellentmondásos, szóval nem tud ilyet teremteni, ez csak még az első két pontra reflektálván, de induljunk ki ebből. Szóval mi az, amit szeretném mondani ezzel? Rendben. Az önellentmondásosan azt értem, hogy egyrészt, ugye Istenről azt szokták állítani, hogy tökéletesen jó. Viszont
ha Istenről azt állítom, hogy tökéletesen jó, és Istenről azt is állítom, hogy nem tökéletesen jó, akkor remélem egyetértesz abban, hogy ez egy ellentmond. Igen, az az lenne. Nagyszerű. Jó, tehát akkor Istenről azt kell állítani, hogy mindenható, tehát hogy és tökéletesen jó. A mindenhatóságban remélem, hogy azt azért értsük, beleértjük, hogy rossz dolgokat képes megakadályozni. Tehát például, hogy egy mostanában cunami létező helyzetet, mondjak például azt, hogy Ukrajnában gyerekek halljanak meg az ukrán háború. Tehát, ha Isten mindenható, akkor remélem abban egyetértünk, hogy ők akkor ezt képes megakadályozni. Igen, meg tudná, ha akarná. Így van, pontosan. No már most, mivel azt is tudjuk, hogy Ukrajnában ukrán gyerekek a háború miatt meghaltak, ezért azt is tudjuk, hogy Isten nem akadályozta. Igen. Tehát akkor valami magyarázatra szükségünk van arra, hogy miért nem akadályozta meg. És akkor ilyenkor szoktak jönni, hogy szabad akarat, stb. Ez egy eléggé nagy terület. Minden esetre a filozófia, nem tudok róla, hogy megoldást talált volna erre a rossz problémájára. És hogy... erre én azt mondom, hogy... Igen? Mondjad? Nem, még kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit mondasz. Hát nem tudok róla, hogy a filozófusok meg találtak volna megoldást a rossz problémájára. A Wikipédián van erről egy eléggé jó szócikk, az a cím, hogy Teodicea, ahol a rossz problémáját eléggé részletesen elemzik, illetve akit ez tényleg érdekel, annak tudom ajánlani Szalai Miklós Létezik-e Isten című könyvét. Többször olvastam, neves filozófusoktól is idéz, például John Mackie-től, Michael Martin-tól, John Schellenberg-től, Theodor Drench-től, tehát komoly filozófusok léteznek, akik azt mondják, hogy a rossz problémájára nem létezik megoldás. Tehát, hogy a szabad akarat, vagy... Én szerintem létezik, maradjunk abban. A Teodicea, jól gondolom, hogy az Isten védelme? Ez az Isten jóságának védelme? Valami is? Igen, valami ilyesmit jelent, igen. Hát, szóval igen, ez nagyon egyszerű, szerintem legalábbis nagyon egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy miért hagyja, hogy legyen rossz a világban. Na, és hát, ha hallok valami új. Nem hiszem, mert biztos, hogy nem én találtam föl ezt az elgondolást, de hogyha kiveszünk, ugye el kellene dönteni akkor, hogy melyik rosszakat vesszük ki a világból. Most a háborút kiveszi, csettint egyet, és nem lesz több háború, csettint egyet, és mindig tökéletes lesz az időjárás, és tökéletes lesz a terméshozam. Aztán csettint, és mindegy... járványok, stb. Ja, igen, oké. Szóval az egész világot csak desztilláljuk, és minden rosszot eltüntetünk a világból. Akkor mi az, ami az embereket vezetni fogja a helyes út felé, hogyha nincs következménye a cselekedeteiknek? Szerintem rossz a kérdés, mert feltételezed az, hogy van helyes út. Ha a világon minden jó, akkor szerintem igencsak kétséges, hogy létezik olyan, hogy helyes út. Akkor minden út helyes. Akkor miért kéne erre vezérel? Na ez a lényeg. És hát ugyebár, pontosan ugyebár, ez a lényeg. Ugyebár, ha azt mondod, hogy erre szükség van, hogy ettől lesz jó a világ, hogy van a helyes út, amire vezérelni kell az embereket, akkor az a gond, hogy akkor itt meg az üdvösség fogalma kerül gondba. Mert az üdvösségben ott már ugye nem létezik rossz. Akkor pedig miért jobb az, hogy helyes út, és miért is törekszünk arra, hogy üdvözüljünk? Visszatérve. Az nem jobb, mint a jelenlegi világ. Tehát... Azt hiszem, hogy értem, amit mondasz. Azt akarom ezzel kapcsolatban, hogy miért van rossz a világban. A rossz az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember megtanulja azt, hogy mi az, ami jó, és változtasson az irányon, amiben halad. A szenvedés, a lemondás, a fájdalom, a nélkülözés, az áldozat, minden olyan törekvés mögött ott van, és végigkísér minden olyan törekvést, amit azok az emberek véghez vittek, akik elértek valamit. Azért, mert ha az nincs ott, akkor nincs semmi, ami sarkalja az embert, hogy menjen előre. Szóval nem lehet mindent, ez a lényeg. Nem mindenható olyan értelemben, hogy nem tudja azt csinálni, hogy puf, minden ember jó lesz, mert akkor nem tudna választani az ember.
És erre nagyszerű példa, igen? Például az edzés, gondolj az edzésre. Az lesz fit, annak lesz jó az erőnléte, aki hajlandó áldozatot hozni, aki hajlandó szenvedni érte az edzések során. Aki otthon ül a tévé előtt és eszik, meg dohányzik, az nem lesz fit. Ez mindennel így van. Áldozatot... Nyilván, de hát ugye itt az a gond, hogy már eleve abból indulsz ki, hogy a világ olyan, amilyen. Na de hát miért ne teremthetett volna olyan Isten olyan világot, ahol aki fit akar lenni, az egyszerűen csak fit. De olyat teremtett. De olyat teremtett. Hát jó. Tehát már eleve abból indulsz ki, hogy léteznek rossz dolgok. Amiket muszáj elkerülni. Na hát, ha Isten tökéletes, akkor miért léteznek rossz dolgok, ugye egyáltalán? Nézd, mindent nem lehet. Szóval azt nem lehet, hogy szabadon is választhassál, és ne legyenek szabályok. Plusz ráadásul a szabályok, amiket alkotott, azok úgy vannak kitalálva, hogy egy gyümölcsöző életet eredményeznek ezen a földön mindenki számára. Állítólag. Jó, de ha kérem szépen, annyira fontos a szabad választás. Hát ezzel a világon semmi gond nincsen, csak hát miért kell, hogy ebben benne legyen a rossz? Tehát miért ne választhatnék több jó dolog között? De választhatsz. Miért ne választhatnék több... Jó, de akkor viszont nem találtunk magyarázatot arra, hogy miért léteznek rossz dolgok. Azért, mert az ember óhatatlan, hogyha vannak szabályok, akkor az ember úgyis óhatatlanul meg fogja szegni. Miért? Mert így ilyen a világ. Így van kitalálva. Miért ilyen a világ? Azért... Jó, de hát akkor meg megint visszajutunk oda, hogy miért így van kitalálva. Nem, egyáltalán nem. A világ azért van így kitalálva, hogy az ember demonstrálni tudja, hogy valójában milyen. Nem lehet más világot alkotni, csak ilyet. Mi szól emellett? Az, hogy én simán el tudok képzelni egy olyan világot, ahol csak jó és közömbös dolgok vannak, mindenki boldog, halleluja. Igen, ezek azok droidok. Azok robotok lennének. Miért lennének robotok? Mert nincs választási lehetőség. Van választási lehetőségük, választhatnak. Jó, kevésbé jó és közömbös dolgok között. Miért lenne választási lehetőség? Mint ahogy a fagylaltosnál nincsen választási lehetőségünk, mert a többféle íz közül választhatunk, és nem választunk, teszem azt mondjuk sósabb ízű fagylaltot. Meg kell, hogy mutatkozzon az ember természete. És a világ úgy van kialakítva, a választási lehetőségek úgy vannak kitalálva, a természet úgy van megalkotva, hogy azt megmutatja, hogy mi az, ami az ember szívében van, a cselekedetei és a választásai alapján. Hát ezzel én nem tudok mit kezdeni. Ez megint olyan, hogy miért van erre szükség? Miért van ehhez, tegyük föl, hogy van értelme ennek, amit az előbb mondtál. Én erőteljesen kétséges. És el tudod ismételni, hogy mit mondtam? Nem, mint ahogy te sem az előző mondataimat. De nem azért, csak nézd, csak azt akarom, hogy ha azt mondod, hogy nincs értelme, akkor feltételezem, hogy legalább tudod, hogy mit mondtam. De ha nem probléma, megpróbálom elmondani másképp, mert szeretném, hogy megértsd. Érted? Mert ez az alapja az egész világképnek. Ha nem akarod megérteni, nem probléma. De én szívesen elmondom még egyszer, mert lehet, hogy nem volt elég egyértelmű. Csak lassan és röviden. Világos. Szóval úgy inkább egy analógiát szeretnék, mint a gyereknevelés. A szülő megtehet... Jó, megint ott tartunk, hogy miért van szükség gyereknevelésre. Tehát én el tudok képzelni egy olyan világot, ahol a gyerekeket nem kell nevelni. Igen, a probléma az, hogy nincsen fejlődés abban a világban. A személyiség az embernek nem tud fejlődni, ahol nincsenek kihívások, meg választási lehetőség. Tessék? El tudok képzelni egy olyan jó világot, ahol az embereknek nincs szükségük arra, hogy fejlődjön. Nem teljesen tökéletesen jönnek létre, és léteznek. De ilyen nincsen. Semmi nem ilyen a világban. Ez így van, csak hát arra kéne magyarázatot találnunk, hogy miért nem ilyen a világ. Mert nem lehet ilyen a világ. Miért nem lehet? Ez olyan, mint hogy miért nincsen házas aglegény. Mert nem lehetséges. Ha nincs választás, akkor nem derül ki. Ha nincs választás, akkor nem derül ki, hogy mi az, ami a szívedben van. Hogy milyen vagy. Ez nagyon szépen, hogy mi az, ami a szívemben van, de ez az alapja, ez az alapja a Bibliának. Szóval én, ha szépen hangzik, ha nem, én csak azt tudom neked elmondani, amit kiolvasok a könyvből. Úgy van kitalálva, nem lehet másképp kitalálni a világot, érted? Mondd, az, amiről beszélsz, azok fikciók. Semmi nem olyan a valóságban, ami alátámasztaná azt, hogy az lehetséges.
Szóval amíg jó, nem tudsz egy példát mondani arra az utópiára, ahol mindenki jó automatikusan, addig én azt fogom feltételezni, és azt olvasom a Bibliából, hogy az nem lehetséges. Szükséges ez a nehézség, mint ahogy írja Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében. De nézd! Nézd! Ha nem, én onnan hozom az ötleteimet. Az, hogy te nem fogadod el, az nem probléma. Én abszolút tiszteletben tartom azt, hogy te nem fogadod el. Jó, csak már ez én is tiszteletben tartom. Tehát, világos. Ez rendben. Hogy egy problémát nem beszéltünk meg. És azt pedig mondtad, hogy amit ilyen felvázolott világot, hogy mindenki... hogy nincsen szükség fejlődésre, és nem létezik rossz, stb. Nem lehet olyan világ. Nem lehet. Nem. Mert hogy a világ nem ilyen. Jó, de akkor nem csak azért nem. Hozzá példát arra is, hogy mi szól amellett, hogy nem lehetséges olyan világot létrehozni, amit én említettem. Nem az, hogy nem olyan a világ, hanem hogy egy ilyen világ nem lehetséges. Nincs fejlődés abban a világban. Nem mutatkozik meg, hogy mi van az ember szívében, hisz nincs választási lehetősége. Ez rendben, csak azt mondom, ugyanezt mondom én is, hogy el tudok képzelni egy ilyen világot, ahol nem mutatkozik meg, ami az ember színében. De nekem nem kell elképzelni, mert itt van körülöttem, neked el kell képzelni, mert olyan nincs. Rendben, csak én arra lennék kíváncsi, hogy mi szól amellett, hogy amit én felvázoltam, az a világ, hogy nem lehetséges. Oké, megpróbálom. Jó, oké, fel. Hogy lehetséges, hogy értem a kérdést, és igazad van, hogy mi szól amellett, szóval nem gondolkodtam még ezen, hogy mi szól amellett, hogy olyan nincs. Azon gondolkodtam, hogy mi szól emellett, hogy ilyen van. Ne keverjük azzal, hogy nincs, vagy hogy nem lehetséges. Azt mondtad, hogy ilyen világot létrehozni nem lehetséges. Nem lehetséges. Úgy értem, ember, hogy még az ember, az ember maradjon lényegében meg természetében, ami itt, egy olyan világban, az nem lehetséges. Ugyanis nem tudsz választani. Ezért hát nem lehetsz olyan, mint amilyen. Hát jaj, nyilván, persze, jaj, hát jó, de hát akkor meg, hogy ha más vagyok, mint amilyen vagyok, akkor nem olyan vagyok, mint így amilyen van. Vagyok. Szóval nyilván, más ember lehetsz, jó, de ilyen ember, aki szabad akarattal rendelkezik, aki eldöntheti, hogy mit választ, olyan nem lehetsz egy világban, ahol nem tudsz választani, és az már egy másfajta természet. Tessék? Gondolj egy fagylaltos pultra, ott sem kell kibírhatatlanul rossz ízű fagylaltok között választani, hogy azt mondjuk, hogy választottam valamilyen fagylaltot. Választhatok több jó ízű fagylalt között. Nem muszáj nekem, én nem tudom mondjuk... De a fagylaltos nála döntés nem is befolyásol. Hogy minden kicsi fagylaltot is betenni a fagylaltok közé, mert az nagyon rossz. De ráadásul még ez nem is igaz, amit mondasz, még a fagylaltos kocsira sem, hisz választhatom azt, hogy minden fagylaltosnál megállok, és eszek 10 gömbfagyit, és akkor már az egy rossz döntés lesz, hisz elhízok, az egészségem tönkre megy. Szóval az egy rossz döntés. Szerintem is, de most nem erről van szó, de hanem erről a választás van szó. Így van. Szóval dönthetsz arról, hogy mennyi fagyit veszel, és akkor már is hozhatsz jó döntést, vagy rosszat. Biztosan, de mondom én... Szóval nem jó az analógia, én azt mondom. Hát nem tudok több jó döntést, nem tudok úgy dönteni egy fagylaltos kocsikát, vagy egy fagylaltos futa, hogy egy gombóc fagylaltot kérek, egy olyan ízben, aminek jó íze van, és a fagylaltos kocsiban nincsenek rossz íze. Így dehogy nem. De ha sokat eszel, akkor elhízol, és az már egy rossz döntés. Persze, csak ez most nem erről van szó. De mert ez is ugyanúgy hozzátartozik a fagylaltos kocsi analógiához, hisz a világ az nem egy vektorból áll, hogy most erre megyek, vagy arra megyek, vagy fagyi, vagy nem. A fagyi analógia magába foglalja mindent, amit ott ki lehet hozni abból, és az is ki lehet hozni belőle, hogy nem fizetek a fagyért, hanem elrohanok. Az is ki lehet hozni, hogy ott állok, és akkor megeszek 20 gömb fagyit. Értesz? Szóval nem jó, jó az analógia. De jó az analógia, mert a fagylaltos kocsiban, ha egyetértünk abban, hogy nem szükséges olyan ízű fagylaltoknak lenni, sőt, hát a gyakorlat ezt igazolja. Tehát ha oda megyek egy fagylaltozó... Nézd, én értem a fagy... Akkor hagyj próbáljam meg elmagyarázni, hogy én miért gondolom azt, hogy nem jó. Nem tudod leszűkíteni a világot egy ilyen egydimenziós választásra, hogy most
melyik ízt válasszam, mert az élet komplexebb. Az egydimenzió. Két íz van, már nem lehet egydimenziós. De hisz ugyanabban a síkban mozog az ízek között, érted? Amit én mondok, az a több dimenziós, hogyha azt mondom, hogy mennyit veszek belőle, az hozzáad egy extra dimenziót. De a lényeg az, hogy az életünk nem egy dimenzió, hogy egy síkon kell gondolkodnunk. Szóval, ha a fagyis analógiát fogom mintának venni, akkor oké, ha ízekről van szó, az reprezentálná azt, hogy hazudok-e. Az, hogy mennyit eszek belőle, az meg az, hogy lopok-e esetleg, érted? Szóval az élet komplexebb, mint sem le lehetne redukálni egy dimenzióra, hogy most milyen ízt választok. Az egy, de az életben sokkal több választási lehetőség van. Hát én igyekszem, de sajnos most, amit az előbb mondtál, egyszerűen zavarosnak és lényegtelennek. Abszolút, én elfogadom. Annyit mondtam, hogy lehetséges több jó közül választani. Tehát nem látom indokoltnak azt, hogy azért léteznek rossz dolgok, mert ez szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk választani. Fejlődni. Nem csak választani, fejlődni. Hogy kiderüljen az, hogy mi van a szívem. Az élet nem egy dimenzióban zajlik, mint a fagyis analógiát próbálod leszűkíteni. De nem probléma, nézd, nem kell, hogy egyetértsünk ebben. Én elmondtam, amit akartam ezzel kapcsolatban, és az a következő. Az pedig az, hogy ha ki akarja deríteni, már pedig nézd, azért rakta oda a fát a kertbe az elején, hogy legyen egy választási lehetősége az embernek. Cselekedje azt, amit ő mondott neki, vagy azt, amit szeretne, vagy amire vágyik, vagy amit akar. Azért, mert így kiderül, hogy milyen a szíve. Ha nincs ott az a fa, nem derül ki soha, hogy az ember milyen. És ez így van az életben is. Mehetsz jobbra, mehetsz balra, vállalod a következményeket. Ehetsz egy fagyit, okay, vagy 10 fagyit, és vállalod a következményeket. Ezt én értem, attól tartok, hogy messze kerültünk az eredeti témához. Annyit minden esetre a fához hozzátennék, hogy hát ugye, ha Isten mindentudó, akkor nem igaz az, hogy nem derült volna ki, hogy milyen az ember szíve. Nem lenne rá tárgyi bizonyíték. Isten, hogy mindentudó Istennek mi szüksége van a tárgyi bizonyíték? Nekünk van szükségünk rá, mert mi fizikális lények vagyunk. Szóval képzeld el, hogy a végén, hogy az egészet lepörgeti fejbe, mint ahogy letudta, meg le is tudja, meg le is tudná. És nem is teremtett volna fizikális világot, mert azt mondja, hogy Korompai Zsolt úgyse hitt volna bennem, mert én fejbe lejátszottam, és a végén ott állnál, és mondanád, hogy én miért vagyok itt? Ő meg azt mondja, hogy hát mert én lepörgettem fejbe, hogy te úgyse hinnél. De hittem volna, hogyha adtál volna lehetőséget. Nem hittél volna, én tudom, hogy nem hittél volna, mert én tudom. Nem, szerintem meg igen. De így már lesz bizonyíték, hogy nem hittél. Hisz a cselekedeteid fogják demonstrálni életed során, hogy mi az, ami a szívedben van. Van rá tárgyi bizonyíték? Neked kell a tárgyi bizonyíték, nem neki? Tegyük fel, hogy értem, miről van szó. Úgy tűnik, hogy amit felvázoltál, az úgy nagyjából így a kálvinizmusra hasonlít. Mindegy. Nem egészen a kálvinizmusra hasonlít, de mindegy, csak ne zavarjon meg senkit. De igen? Jó, rendben. Akarunk még a rosszról beszélni, mert engem a negyedik pont érdekel a legjobban, és megy az idő. Repül az idő, ha jól érzi magát az ember. De amúgy érdekes, én érdekesek talán, meg bízom. Jó, akkor nem, a rosszra nincs. Én elmondtam, amit akartam. Én úgy hiszem, hogy relatíve az egyszerű, hogyha az ember meg akar érteni. Jó, a negyedik pont az... Egy dolgot még hozzátennék. Jó? Igen, egy dolgot hozzátennék. Tehát túl sok filozófus állítja azt, hogy a rossz problémájára nincsen megoldás, és van olyan kimutatás, én kettőt is ismerek, amelyik szerint a filozófusoknak egy elég jelentős többsége ateista. Tehát ezért én erre azt mondom, hogy azért ez az én állításomat jobban alátámasztja, mint a tiéd. Az lehet, hogy jobban alátámasztja, de az egy érvelési hiba lenne hivatkozni ugye a többségnek a véleményére, vagy a hivatalos álláspontra, szóval. De abszolút... Nem. Nem értek egyet. Szakértőkre hivatkozni nem érvelési hiba. Tehát ha fizikáról van szó, akkor arra hivatkozunk, amit a fizikusok mondanak. Ha az állatok egészségéről, akkor arra... Csak a fizika az egy tény, szóval az
egész más, ott más törvényszerűségek vannak, mint a filozófiában. A filozófiában nem hivatkozhatok arra, hogy ez így van. Szerintük ez így van. Az nem azt jelenti, hogy úgy van. Ja, világos. Az állatorvosok szerint úgy van, hogy a szopornyitát a szopornyita okozza, de szerintem az tulajdonképpen az okozza, hogy tegnap előtt bűnfázóban esett az arra eset. Van tárgyi bizonyíték, hogy a szopornyicát szopornyica okozza, arra viszont nincs tárgyi bizonyíték, amitről most beszélsz. Csak arról van szó, hogy ők úgy gondolják. De tárgyi bizonyítékuk nincs. Van, de hát most természetesen, de hát ugye egyébként még én ezt is kétségbe vonom, de tehát el tudom képzelni. Mi azt akarod mondani, hogy a többségnek mindig igaza van? Nem. Hát akkor? A szakértők. Nem, a szakértők mondom, többségének mindig igaza van? Nem. Azt állítom, hogyha egy olyan kérdésről van szó, ami szakértelmet igényel, mint akkor minden. Nincs más választás. Tegyük föl. Egyébként ebben sem vagyok teljesen biztos, de mindegy. Tehát, hogy amennyiben szakértelmet igénylő kérdésről van szó, hogyan építünk fel egy házat, hogyan kell megjavítani egy autó motorját, stb., akkor nem érvelési hiba a hozzáértők többségére hivatkozni. Mert mást nem tehetünk. Dehogy nem. Szerinted igen? Hát más teszünk mind nap, mint nap. Egy csomó, végtelenszer nem azt csináljuk, amit a szakértők többsége mond, nem? Rendben, és ez nem azt jelenti, hogy a világ összeomlik. A szakértők többsége tévedhet autószerelésben, orvosok tévednek, a szakértők többsége téved. Jó, de hát mégis mi szól amellett, hogy ne a szakértők többségét fogalmazzuk el, hanem ne a szakértők többségének a véleményét fogadjuk el, hanem valami más. Hogy mi szól amellett? Az, hogy melyik az, amelyik logikusabb, és melyik az, amelyik a Bibliából táplálkozik, meg logikusabb magyarázatot ad rá. Teljesen mindegy, hogy hány ember téved egyszerre, na? Tehát könyörgöm, most a szopornyicáról van szó, vagy... De most a Bibliáról van szó, nem a szopornyicáról, meg az autószerelésről, hanem a Bibliáról. Nem, most ez, hogy szakértőkről van szó, itt nem a Bibliáról beszélünk, hanem bármiféle problémáról, ami szakértelmet igényel. Aha. Hát mondom, meghibásodik egy autó motorja. Mégis mi szól amellett, hogy a szomszéd Manci néni véleményét fogadjam el, hogy kérem szépen ördögöt kell űzni az autóból, mert azért romlott el, vagy pedig az autószerelő véleményét, aki azt mondja, hogy hát kérem szépen a motorblokk megrepett, motorblokk csere. Hát nézd, az egy egész és extrém eset, ugye ahhoz képest, amiről most szó van. Hát, bocsánat. Én csak megpróbálom megvédni a véleményemet, hogy már pedig a szakértők véleményére szükséges hallgat. Egy jó kis extrém példa. Csak az nem megfelelő analógia ide, amiről beszélsz. Értem, azt mondtad, hogy a szomszéd Manci néninek fogalma sincs az autószerelésről, ami nem mondható el rólam a Bibliában. Köszönöm. Ezért van szükség arra, hogyha a filozófiáról van szó, akkor a filozófusok véleményében. Mert esetleg a többi embernek fogalma sincs róla arról a filozófiai problémáról, amivel a filozófusok foglalkoznak. Esetleg a többi embernek nincs, de nekem van. Szóval én nem tartozom a laikusok közé. Világos? Ezért mondom. Ezt a szomszédban én is mondhatja. Igen, de én mondom. Tehát. Én mondom, hisz tudom, hisz én teológiát hallgatok. Szóval én valamilyen szinten szakértőnek számítok, nem? Nem? A teológiai kérdésekben legalábbis egyfajta teológiai. De most teológiáról van szó? Most arról van szó? Nem. Most nem? Érvelési hibáról. Így van. Én azt mondtad, hogy a többség véleményére hivatkozunk, érvelési hibát. Ez egy klasszikus érvelési hiba. Ez így van, amely argumentumat populum, még ezt is tudom latinul, de itt most nem erről van szó, mert szakértők többségéről van szó. Más teológia. Kérem szépen, te teológiát hallgatsz, akkor most... Szóval én szakértő vagyok? Akkor az én véleményemre hallgathatunk, nem? Hát, ja, de hát ugye az a probléma, hogy a teológiáról beszélünk, nem hallom, mert olyan halkan. Várj egy picit, próbáld meg újra. Oké, jó. Ha a teológiáról beszélünk, akkor szerintem erőteljesen kétséges, hogy beszélhetünk egy szakértői többségből. Nagyon sokféle teológia. De mégis arra hivatkoztál most. Nem,
Én csak azt mondtam, hogy létezik olyan, hogy szakértői többség, és... Amire hivatkoztál az előbb. Arra hivatkoztál az előbb, amiről most azt mondod, hogy nem is létezik. Szakértői többség a teológiában. Ez így van? Azt mondod, hogy nem létezik. Nem bizony. Hát az előbb, azt mondtad, az előbb azt mondtad, hogy a szakértők többsége egyetért. De nem a teológiában. Hanem? Hanem például az autószerelésben. Nem, te magad hivatkoztál arra, hogy a rossz kérdésében a szakértők többsége egyetért, miközben ez egy olyan terület, ahol nincsenek is szakértők valójában. Meg szakértők többsége. Nem. Értem, jó, oké, megértettem. Ne keverjük össze a filozófiát a teológiát. Az, hogy miért létezik rossz, az szerintem egy filozófiai probléma, mert ha nem az lenne, akkor a filozófusok nem foglalkoznának vele. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy filozófiai probléma. A rossz az a Bibliából származik az elgondolás. Szóval ez egy teológiai kérdés kell, hogy legyen. Is. És ja. Csak hát akkor amennyiben a teológusok azt állítják, hogy rossz problémájára van megoldásuk, akkor a teológusok adjanak magyarázatot arra, hogy ezzel a filozófusok miért nem értenek egyet. Mert nem értik a Bibliát. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.